A Vellosis társadalmi innovációs modell alapján indítják el az idősödésügyi rendszerépítés elnevezési programot Székesfehérváron, a Civil Centrum közhasznú alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem szakmai partnerségével. A program keretében megalakult a Városházán a Székesfehérvári idősödésügyi tanácsadó testület is. Farnad Judit kiemelte, a Vellosis modell középpontjában a jólét áll. Egy új típusú tervezési módszert próbálunk bevezetni most itt Fehérváron, hogy a szakértőkön kívül egyébként a laikusokat, érintetteket, más érdekelt feleket, tehát a úgymond stakeholdereket, nagyon sok embert és szervezetet megszólítunk, hogy közösen hozzunk létre egy jobb, az igényekre reagáló szolgáltatási rendszert. Mészáros Attila elmondta, azt látják, hogy egyre több az egyedülálló idős székesfehérvári, akiket valamilyen módon meg kell szólítani, így fontos a minél szélesebb körű összefogás. Örülök, hogy Farnad Juditék most már egy ideje foglalkoznak ezzel a korosztály, és nem csak a 65 év felettiekkel, hanem azért is idősödő ügyi tanács, hiszen már a fiatalabb nyugdíjasok, vagy a fiatalabb 55 év felettiekkel is azt gondolom, hogy fontos, hogy akár a kulturális programjék, akár a munkaerő, akár egyéb más tekintetében tudjunk foglalkozni. Az idősödés egy horizontális társadalmi probléma. A most alakult grémium célja, hogy a demográfiai folyamatok kezelésére, a demográfiai változás előnyeinek kiaknázására és a kihívásokkal való zökkenőmentes szembenézéshez társadalmi innovációs hálózatot építsenek, ami ismereteket és módszereket próbál átadni.